Ismét Lipők Sándor Kemecse polgármestere lett a Kisvárosok Szövetségének országos elnöke. A szövetség legutóbbi közgyűlésén Visegrádon szavazta újra a regnáló elnököt. Köszöntöm a stúdióban Lipők Sándor urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Picit beszéljünk ennek a szövetségnek a múltjáról. Ha jól tudom, 1990-ben alakult ez a szövetség. Igen, jól tetszik tudni, 1990-ben alakult, amikor létrejöttek a rendszerváltást követően az önkormányzatok, akkor az elődeink, vagy elődeim alakították 31 település képviseletében az érdekvédelmi szövetségünk elődjét. Ez a Kisvárosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége névet képviselte, és hát egy másfél évvel ezelőtt változtattuk meg a nevünket. Azért változtattuk meg a nevet, hogy ez egyszerűbben kimondható, és egyszerűbben kezelhető, egyszerűbben megérthető a külvilág és mindannyiunk számára. Ezért választottuk el. És vannak a tagjaink között még alelnök társam, aki az alakuló csapatban, mint alapító képviseli a Kisvárosok Szövetségét, úgyhogy egy alapító még mai napig is változatlan formában, hiszen a közbizalmat élvezi, és azóta folyamatosan megválasztották polgármesternek, és folyamatosan az elnökség tagja is volt itt. Sütő László marcali polgármesteréről van szó, ez a Balaton déli tücskében található kisváros 17 ezer lakossal. Miért volt és miért van ma is szükség külön a kisvárosoknak egy érdekvédelmi szövetségre? Mi volt 1990-ben az életre hívó ok és mi a mai funkció? Hát akkor ugyebár a rendszerváltás kapcsán, még a rendszerváltást megelőzően egy érdekvédelmi szövetség létezett, és mivel a pluralizáció bekövetkezett a rendszerváltást követően, ezért úgy gondolták a különböző település típusok, nem csak a kisvárosok, hanem a falvak, községek, megyei jogú városok is, ugyebár ezt követően alakultak meg, hogy különböző település típusokra, itt elsősorban a kisvárosokról van szó, és kik azok a kisvárosok, térjünk is ki erre. Magyarország legkisebb kisvárosa az 1200 lélekszámmal rendelkezik, és a megyei jogú városoktól visszább, hogyha gondolunk, aki nem megyei jogú város, az pedig nem éri el a 45 ezer főt, tehát 44 ezer fő a legnagyobb városunk, amely nem rendelkezik megyei jogú városi címmel. Ezekből a városokból összesen 322 található Magyarországon, és ezeknek a városoknak nem mindenki tagunk természetesen, akik úgy gondolják, hiszen csak városi jogállású települések lehetnek ennek a szövetségnek a tagjai, hiszen van egy alapszabályunk, amely alapszabály rendelkezik arról, hogy miben tevékenykedik maga a szövetség, és kik lehetnek ennek a szövetségnek a tagjai, pártoló tagjai, kikkel és milyen formában működik együtt a szövetségünk, és hát Magyarországon a 322 város, akik nem megyei jogú városok, vagy nem fővárosi kerületek, azok lehetnek, és azokból választódnak ki a mi tagjaink. Természetesen a jelentkezés az önkéntes, minden település, képviselőtestülete, polgármestere, ugye már polgármester úr beterjeszti, és eldönti, hogy ennek a szövetségnek tagja kíván-e lenni. Ha tagja kíván lenni, akkor a mi elnökségünk összeül, tartunk egy elnökségi ülést, és általában, hogyha úgy döntenek, akkor tagjaink közzé szoktuk fogadni. Legutóbb két belépünk volt, Pannonhalma az idei esztendőben lépett be, és Hajdúböszörmény a legfrissebb tagunk. Hajdúböszörmény egy 33 ezres lélekszámmal rendelkező, talán azt mondhatom itt a mi környezetünkben a legnagyobb város, a megyei jogú városokat követően, tehát Nyíregyháza és Debrecen után Hajdúböszörmény a legnagyobb város, akit szintén tagjaink között üdvözölhetünk. Mik a legfontosabb feladatai a szövetségnek? Miért érdemes egy kisvárosnak szövetségi tagnak lenni? Hát a kisvárosnak sok szempontból érdemes. Egy az, hogy évente két alkalommal tartunk közgyűlést. Ezeket a közgyűléseket általában a tagjaink településeinken tartjuk. Mindig valamely polgármester, vagy éppen képviselőtestület invitál minket egy településre. Ez a település bemutatkozik, és ezen a közgyűlésen általában a kormányzati szervek, elsősorban ugyebár, mint a kormányzat szempontjából a belügyminisztériumhoz tartozunk, vagy a belügyminisztérium államtitkára Pogácsás Tibor úr szokott az esetek 90%-ában vendégünk lenni, és mindig áttekintjük azokat a dolgokat, hogy melyek azok a szabályozások, melyek azok a finanszírozások, a költségvetést érintő kérdések, vagy milyen olyan pályázati lehetőségek, vagy kormányzati intézkedések várhatók, vagy átalakítások, amelyben kikérik a mi véleményünket, illetve államtitkár úr tájékoztatást szokott tartani, illetve hát vannak különböző fejlesztési források,
Most legutóbb Visegrádon például áttekintettük azt, hogy a 2021-27-es költségvetési időszakban a kormányzat beszállt Mold helyettes államtitkár úr képviseletében, hogy hogy is áll a kormányzat ezzel a fejlesztés politikai elképzeléssel, milyen stádiumban van, milyen lépéseket tettek meg, és milyen lépéseket próbálnak az elkövetkezendő időszakban megtenni. Teszik ezt mindannak érdekében, hogy 2021-ben, már amikor megindul az új uniós ciklus, esetleg már 21-ben lehessen kiírni a fejlesztési forrásokra pályázatot, és erre az önkormányzatok is, természetesen nem csak az önkormányzati szféra, hanem a gazdasági és a civil szféra is tudja benyújtani az igényeit, és gondolkodja abban, hogy milyen fejlesztéseket tud megvalósítani az elkövetkezendő 7 éves ciklusban. Érdekképviseleti szövetségről beszélünk. Milyen eredményeket tudnak felmutatni ezzel kapcsolatban? A legfontosabb kérdés, ami most napirenden van a kisvárosok tekintetében, ugyebár tudunk arról, hogy volt egy modern városok program, ami még most is folyik, van egy falu fejlesztési program, ugyebár falvakkal kapcsolatosan épp most volt egy bejátszás az önök riportjában is, és a kormány gondolkozik a kisvárosok fejlesztési programjában. Ez a fejlesztési elképzelés a kormányzat miniszterelnök úr részéről a tavalyi évben elkezdődött, és a tavalyi év végén van ennek egy miniszteri, egy kormánybiztosa is, a Gyopáros Alpár. Gyopáros Alpár éppen Csorra országgyűlési képviselője, és személyesen is nagyon jól ismerjük egymást, hiszen dolgoztunk együtt a 10-14-es időszakban, mint parlamenti képviselők, és maga a kormányzat kérte fel a Kisvárosok Szövetségét arra, hogy tegye le a javaslatát, hogy ebben a település csoportban, ebben a település típusban milyen fejlesztési elképzeléseink vannak, mik az elképzelésünk, mit szeretnénk, mik az igényeink, és hogy gondoljuk a fejlesztési elképzeléseinket. És ebben mi egy nagyon komoly munkacsoportot hoztunk létre. Ebben a komoly munkacsoportban 3-4 hónapon keresztül áttárgyaltuk, és egy konkrét írásos szövegjavaslatot tettünk le ez év februárjában a kormányzat részére, hogy mi hogy képzeljük el a fejlesztéseket a 21-27-es időszakban, amire kérjük a kormányzat segítségét, és hogy erre biztosítson forrást. Akkor, hogyha már itt tartunk el, hogy beszéljünk is erről az elképzelésről, ez 3 pilléren nyugszik a mi elképzelésünk. Mi abban gondolkodnánk, hogy a népesség helyben tartása, hiszen úgy ítéljük meg, hogy a kisvárosaink, járási jogú és járási joggal nem rendelkező kisvárosok alkalmasak arra a megyei jogú városok mellett, hogy a népességet helyben tartsák. És természetesen a második fontos pillérünk a munkahelyek megtartása és a munkahelyteremtés együttesen. És a harmadik fontos pillér, amit mi lefektettünk, az pedig az lenne, hogy az életminőség feltételeinek a javítása. Ez a 3 fontos pillér ahhoz, hogy mi ezt a fejlesztési elképzelést meg tudjuk tartani. Természetesen a munkahelyteremtés mellett nagyon fontos az innováció, az innovatív elképzelés is, amelyet szintén az elképzeléseink között felsoroltunk. Mi pedig azt gondolom, hogy be fogunk számolni minden egyes eredményről. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióban, elnök úr. Én köszönöm a lehetőséget.